Pétfürdő nagyközség önkormányzatának hála, idén már második éve van lehetőségünk csónakázni a pétfürdői ifjúsági tavon a nyári időszakban. Ezzel a kikapcsolódási formával nem csak a helyi lakosok élnek, többen azért látogatnak ide, hogy vízre szálljanak, és eltöltsenek a csónakban egy romantikus fél órát, vagy a kisebb gyereküknek szerezzenek vele óriási élményt. Hivatalosan jövőre lesz 60 éve, hogy felavatták a tavat november 7-én a nagy októberi szocialista forradalom évfordulójára. A tó keletkezésének ideje pontosan nem határozható meg, de múlt század elejé térképek már jelölik. A 30-as években nyáron fizetős csónakázásra volt lehetőség. A tó közepén lévő kis szigetre tutajon lehetett bejutni, ahol a szomorú fűszvák földigérő ágaik közt folyhatott a tiltott kártyajáték. A háború után az államosítással nem maradt igazi gazdája, gondozója a tónak, így pusztulásnak indult. A mai szép állapotát folyamatosan nyerte vissza. Az első komolyabb mérföldkő kétségkívül a 2004-es megmozdulás volt, ahol kevesebb mint egy hónap leforgása alatt polgári kezdeményezéssel felújították a hidat, melyet 2004. május 1-én adtak át az Európai Unió csatlakozás napján. Pétfürdő önálló településsé válása óta az önkormányzat folyamatosan támogatja a tavat és környezetének rendbetételét. Mára egy vonzó, turista csalogató helyé vált, az egykori lepusztultságnak nyoma sincs. Kiépített sétány, padok, dísznövények, közvilágítás és ingyenes csónakázási lehetőség is várja az erre látogatókat. Mindenképp próbáljuk ki, ha itt járunk, csodálatos élményt nyújt a hely. A csónakázásra szeptember 3-áig minden nap 10 órától 19 óra 30 percig van lehetőség térítésmentesen. A csónakot mindenki saját felelősségére használhatja, valamint 14 éven aluliak csak szülői felügyelettel szállhatnak vízre.